Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 3-án. Az első kérdés az lenne, mik a gondolatai, mik a tervei, erre megadja ez a felső kártya a választ. A négyes szám arra utal, hogy neki kell a biztonság. Nem csak az anyagiak terén, hanem a szerelem terén is. Ezen a képen a szerencse istennője, Fortuna látható. Tehát neki nagyon jó gondolatai vannak, szépek a tervei, és az is lehet, hogy szerencsétek lesz, vagy ő meglep benneteket valamivel. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei? Mi betekintünk az ő érzelmi világába. Ezt mutatja ez a kép. A 8-as szám arra utal, hogy ilyen húzavona van, és ebből ki akar lépni. Nagyon fontos, hogy ő megtalálja most a nyugalmát. Az ő életében van most egy kereszteződés itt, és elgondolkozik azon, hogyan tovább. Ezek nem csak az ő gondolatai, hanem ezt ő érzi is. Mennyire fontos, hogy új utat, új lehetőségeket nyisson számára a sors. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Erre megadja a hold a választ. Ő vár valamire. Vár arra, hogy ti írjatok neki, vagy kérdezzétek meg, hogy van. De az is lehet, hogy ő várakoztat meg titeket. A hold mutatja az ő érzelmeit, a reményeit. És most jön a napi kártya, ezt ez a ravasz, róka mutatja. Hazugságok a háttérben. Ez nem az, ami kettőtöket összeköt, mert ezek nagyon szép képek, hanem ez a hazugság, ezek a hamisságok a háttérben vannak. Tehát legyetek óvatosak. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!